Az elmúlt időszak rendkívül csapadékos időjárása miatt egész Magyarország területén érezhetően elszaporodtak a szűnyogok. Ezért a térségünkbe egyre fontosabbá vált a szőnyogok gyérítése. Budaörs város önkormányzata évi 9 millió forintot különít el a vérszívók rendszeres ritkítására. Budaörs területén 950 hektáron a kora esti órákban került sor a szőnyogok kémiai írtására az Országos Tisztorvosi Hivatal által engedélyezett Aqua K Otrin 0,8 liter per hektár dózisú vegyszerrel, melyet a közel 60 éves AN2-es típusú mezőgazdasági repülőgéppel hajtottak végre, csupán pár méterrel a lakóházak felett. Bajor István, a gyérítést végző pilóta szerint az elvégzett munka csak akkor hatásos, ha a vegyszert minél alacsonyabbról szórják ki. A budaörsi település gazdálkodási Kft. Által megrendelt gyérítést végig kísérte a Buda környéki televízió kamerája. A felszállás előtt a pilótát és a repülőgép tulajdonosát kérdeztük. Be tudnátok nekünk mutatni a gépet, hogy mit lehet erről tudni? Ez egy tipikus mezőgazdasági gép? Hát abszolút, ez az 1950-es évek óta repül, és hát szeretnénk addig élni, amíg ez még repül a következő vagy a fél évszázadban is. Egy abszolút megbízható 1000 lovas motor és 9 hengeres csillagmotor, ami abszolút megbízható, és maga a sárkány szerkezet is, tehát ezzel a dupla szárnyú elrendezéssel, ezzel is, illetve a félhéj, illetve a vászon kombinációjával, ez egy nagyon kitalált és működő rendszer, amit még nem tudtak sokan überelni, mert ezt a típusú gépet használják a világ minden táján. Tehát ahol meleg van, ahol hideg van, ahol szélsőséges üzemmódban kell dolgozni, azt mindenhol használják nagy szeretettel, mi is egyébként. Ez köztudott, amikor szúnyoggyérítés van, nagyon alacsonyan repülsz. Minek köszönhető az, hogy van benned ekkora bátorság, hogy ennyire közel menjél a panelházakhoz, vagy a templomtoronyhoz? Kérdésnek nem rossz, de ezt tanultuk, ez a szakmánk. Én Nyíregyházán végeztem a főiskolán, mint mezőgazdasági pilóta, és ezt tanultuk meg, az alacsony repülést és az akadályok közti repülést. Akár még vadászpilótának is megállnád a helyet? Abban az időben megálltam volna, most már biztos nem. Koromtól fogva, tehát idős vagyok. És visszatérve egy kicsit a gépre, hogy minek köszönhető az, hogy ennyire tartós? Hát jól kitalálta a tervezője, ez az egyik, és hát amit a Gábor nem mondott el, ez a világ legnagyobb kétszárnyú, egymotoros repülőgépe. Tehát nem is csináltak ilyet, vagy hasonlót, ezt kitalálta Antonov, és azóta üzemel. És hogy fog kinézni a maga a szúnyoggyérítés? Tehát láttuk, hogy a srácok beletöltötték a folyadékot a gépbe, ez körülbelül hány liter, és hogy min keresztül fog történni? Erre hagyj válaszoljak én, mert ő nem volt ott az előkészületeknél. Tehát ez 0,8 liter per hektár a bekevert dózis mennyisége. Egyébként abszolút korszerű, tehát környezetbarát az eljárás. Tehát a környezet védelem és a környezet terhelésének a csökkentése érdekében használjuk ezt a korszerű megoldást. Ez azt jelenti, hogy a Deltametrin a hatóanyaga, és ez emberre és állatra veszélytelen, de a szúnyogokra abszolút veszélyes, illetve a méhekre veszélyes, és ezért előzi meg körülbelül 13 hatóság és szakhatóság engedély ennek az előkészítését. Most a jelen esetben 950 hektáron történik a kezelés, tehát 950-szer 0,8 liter van a fedélzeten bekevert állapotban, és ezt fogja a kollega úr majd kiszórni erre a területre. És egyszer fogsz felrepülni, vagy pedig visszajössz még tankolni? Nem, ez egy felszállásból fog történni. Most elmegyünk, és akkor jövünk vissza, amikor befejeztük a mutatványt. És mennyi kerozin fogy el ilyenkor? Óránként 200 liter is lesz benzin, tehát nem hajtóműves repülőről van szó, benzinnel működik, ottomotor, de kb. 200 litert fogyaszt óránként.
Köszönjük szépen, és jó repülést kívánunk! Budakeszi város önkormányzatának képviselőtestülete 2013. július 4-i rendkívüli testületi ülésén döntött a légi szúnyoggyérítés megrendeléséről, mely július végén, eső esetén pedig augusztus elején lesz.